Székelyföldi jégkorongozók alkotják a román hoki válogatott gerincét a jövő héten Galacon rendezett Divízió 2/A csoportos világbajnokságon. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség honlapján közzétett keretből csak 6-an nem székelyföldi nevelésűek. A román válogatottba a Csíkszeredai Sportklub és a Galaci Dunarjá 6-6 játékosa, a Brassói Korona 10 játékosa került be, de behívta két játékost a Gyergyószentmiklósi Progimtól is. A VB-n a válogatott az ausztrálokkal, szerbekkel, spanyolokkal, belgákkal és Izland csapatával küzd majd meg a feljebb jutásért. Az első mérkőzést április 3-án hétfőn rendezik. Kiesett a Románia kupából a kolozsvári CFR Vasile Miri Uce csapatát a temesvári Poli együttese búcsúztatta. A rendes játékidőben egyik fél sem tudott gólt szerezni, annak ellenére, hogy a kolozsvári gárda már az 50. perctől emberelőnyben rúghatta a bőrt. Gól nélküli rendes játékidő után a hosszabbításban sem született találat, így büntető párbajra került sor. A 7. sorozat után a Bega partiak ünnepelhettek, a Poli csapata bejutott a kupa elődöntőjébe. A rájátszáson kívül zárta a női kosárlabda bajnokság alap- és középszakaszát a marosvásárhelyi Sirius, az első olyan idényben, amikor az élvonalban indult. Kis István klubelnök híradónknak a szerény költségvetésre panaszkodott. A 9-10. Helyekért zajló helyosztó sorozattal fejezi be az első idényét a női kosárlabda országos ligában a marosvásárhelyi Sirius. A célkitűzés a rájátszás lett volna, azonban a pályázaton megnyert városi támogatást nem kapta meg az egyesület, ezért végig súlyos pénzügyi gondokkal küzdött. Így is sikerült a legjobb négy közé jutni a Románia kupában, amit nagy sikerként értékel a klub vezetősége. Egy nagyon nehéz szezon volt, mert nagyon szűkös költségvetésből dolgoztunk, nem tudtuk cserélni a játékosainkat, pedig kellett volna. Mindezek ellenére a kupában elért 3.-4. hely az egy olyan eredmény, ami a női kosárlabdában nem tudom, hogyha volt-e Vásárhelyen valaha. A bajnokság az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Remélik, hogy jövőre jobb lesz, tette hozzá, azonban az sem titok, hogy ehhez a támogatóknak is a csapat mellé kell állniuk, ellenkező esetben akár a puszta részvétel is kérdésessé válik.